képviselő urat. Úgyhogy mi ketten képviseljük a képviselő testületet ezen a kiránduláson. Ugye polgármester úrnál már hagyomány, hogy mindig köszönti a kirándulókat, úgy a Balatonra menő nyaralókat is. Egy nagyon szép levelet írt nektek, amit én most felolvasok. Balla Valikával egyetemben, ugye biztosan mindenki tudja már, de aki még nem tudná, elmondom, hogy az időközi választáson ő fog a helyébe lépni, Böröc Laci alpolgármester helyébe, aki bekerült a parlamentbe. Na most a levele mellé nem ám csak úgy egy levelet küldött, hanem két csodálatos üveg pálinkát is. Ahogy elnéztem, az egyik ágyas pálinka, más a színe, úgyhogy azt majd átadom itt kezelésre Lacinak. Fogyasszátok majd szeretettel, hát poharat azt nem tudom, van. Hogy van. Ó, hát felkészült a társaság. Na, akkor mondom a levelet, olvasom, jó? Kedves barátaink, kedves Egyesület a Belvárosi Nyugdíjasokért. Szeretettel köszöntünk benneteket a szilvásváradi kirándulás alkalmából. Sajnáljuk, hogy a személyes találkozás helyett ezúttal csak levél formájában tudunk a jó kívánságunkkal útnak indítani benneteket, de tekintettel az Egyesület aktivitására és igen gazdag programkínálatára biztosak vagyunk benne, hogy a közeljövőben lesz alkalmunk még üdvözölni titeket, és megosztani az utazás előtti várakozás izgalommal teli pillanatait. Nagyon örülünk, hogy ilyen gyakran áll módotokban minőségi időt tölteni együtt, és hazánk tájait bejárni. Épp a mai képviselő testületi ülésen, ugye ez tegnap volt, hoztuk a döntést, hogy a civil pályázat keretében jelentős, több mint 3 millió forint összeggel támogatjuk az Egyesületet, és bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhatunk színes programjaitokhoz. Szerintem ezt nyugodtan meg lehet tapsolni, ezt a 3 millió forintot, elég szép összeg. Kívánjuk nektek a legjobbakat a mostani kiránduláshoz, Szilvásváradon, reméljük, hogy tele energiával, pozitív élményekkel tértek majd vissza szeretett belvárosunkba. Fogadjátok szeretettel, és fogyasszátok egészséggel a kis útravalót, amit nektek csomagoltak. Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester és dr. Balla Valéria alpolgármester. Ez életveszélyes volt. Majdnem egy évbe telt, mire rendbe hozták. Thank you.
azért ezt az utat gyalog megspóroltuk, és majd onnan van a szemlék meg az érdekesebb része a Szalajka völgynek, ahol most megállunk. Igen. Onnan egy olyan fél kilométeres sét, a 400 méteres, nem sok, azt mondom, mindenkinek belefér, és az alatt sok mindent látunk. Leghátul azokat is. Most itt lesz egy olyan 5-600 méteres sétánk. Innen kezdődik a Szalajka völgynek az érdekesebb része, úgyhogy kaptunk egy ilyen különleges kegyet, hogy följöhetünk ide busszal, mert egyébként ide buszokat soha nem engednek föl. De ugye pont ezt a kutyagolós részét, ahol semmi nincsen, ezt akkor mi letudtuk a busszal, és innen, tehát aki bírja ezt az 5-600 métert, azokkal sétálunk egyet, akik nem bírják, ők be tudnak ide ülni, és valami italt fogyasztani. Ez vegyes, ami a kérdésben van benne, alapvetően fülöse, de van benne szírva és egy fűszeres ilyen valamát. És addig a hókától? Meg... Köszönöm szépen! Ó, van, nem készül. Ó, milyen aranyos kis poharad van. De nekem is van egyébként, a tavalyi maradt minden. Kis mértékben gyógyszer, nagy bérosság. Egészségetekre. Székelyektől kaptam ajánlatot. Székelyföldi barátaimtól egészségére. Ez is nagyon jó. Ami a egészséged. Már neked, hogy 60 éve jártam itt először. Azóta hányszor voltál itt? Háromszor. Na, akkor négyszer egymás után éve. Szuper. Már voltunk. Ja. És akkor itt cipővel nem probléma? Cipőben nem fáj? Igen. Sokod még a... Próbáld meg betűzni. Aha. És mitől jön az ilyen előtt? Mit mondják? Az vagy... Miért van ideje? Nem lehet, hogy nyomta a cipő, vagy nem lehet. Egy helyen, a másik. Szereti a foglalkozmat alatt. Jaj, bocsi. Jaj, de arik vagytok. Legközelem. Nézd ide, gyerünk. De aranyos. Elfogadta pedig. Thank you.
Csánk az a csermely. Sebes vízen megy a tisztránk. Nem a... Mert most pakol ki a Laci, meg itt még nem, hanem majd megyünk ebéd után, majd délután valamikor a hal füstöldébe, ahol ott csinálják, és ott lehet meg. A másik az, hogy innen fölvetődött a sárgatózó, innen még egyszer olyan távolság, mint amennyit eddig jöttünk, bírjátok-e, akarjátok-e? Akarjuk, ha már egy igen. Károly nevű ember. És ő vezette a tisztrángot. Tehát attól lett a filmásra, hogy a tisztráng az, ami ma, és ami a azt is vegyed le, meg ezt a szép padot, amit kézi készítésű pad. Nézd meg, milyen gyönyörű, igen. Csak most nem ülünk rá, mert nagyon vizes. Kezd esni az eső, meg kell de gyönyörű van. Nagyon szép. Jó napot kívánok! De szépséges. Istállójában járunk. Az 1800-as években épült ez az épület. A kastély, ami most kastélyszálló hotelként üzemelő őrgrófi kastély, az egy kicsit föntebb található még az úton. Mindig is istállóként működött ez az épület. A lipicai fajta hajnala az 1580-as évekre tehető, mikor is
első Ferdinánd császár fia, a második Károly udvari nénest alapított az akkori, vagyis a mostani Lipicán. Égetik meg, tehát nem kínozzák őket vele, tehát a szőrt beégetnek egy kemény, szerintem mi annyira se fáj nekik, mint amikor mi megégetjük magunkat gyorsanóval, nem veszélyes. Boldog, nagyon szép élete volt. Egy rendkívül makacs, konok, okos csődörről beszélek, aki a Bécsi Tanuliskolában szolgált 20 éven keresztül, és utána fedezőnél volt. Európa meg volt neki. És 33 évesen. Nem kék szemű. Igen, egy szexmunkásért. És a nagyobbi karangja az 1200-as évekből való. Ez a régi eredeti templomhoz tartozott, mert itt ennek a helyén egy református templom állt, amit 1832-ben lebontottak, mert ilyen romos összedőlt állapotban volt. Utána fordult a község református lakossága a Keglevics grófhoz, és miután a Keglevics gróf katolikus volt, ezt a templomot elkezdték katolikus templomnak építeni. Az vitatott, és még a mai napig nem egyeztek meg benne, hogy pontosan mikor készült el, tehát 1837 és 40 között, de a lényeg az, hogy 3 év alatt építették föl, és egy Pomoloni nevű egri építész volt az építőmester, és állítólag Hír József tervei alapján épült, ez sem állítólag a dolga. Biztos az, hogy katolikus templomnak kezdődött, de mivel a kerületi grófnak valamilyen nézeteltérése támadt az egri érsekkel, állítólag, de ez csak a helyi mendemondat, tehát ezt leírva sehol nem látjátok, állítólag a gróf feleségének is volt valami szerepe ebben a nézeteltérésben, nem részletezem, hogy ilyen ezért a gróf bedődött, és a végül a katolikusnak indult templom, református templom, tehát a református egyházközségnek adományozta a templomot, és Bosszúból hűből kétettek, hogy ezt a semmi belépe, de egy adomány az természetesen. És azt ugye nem mondtam, hogy ez a klasszicista stílusban épül, de a palóc népi építészetnek a jegyet is magán viseli. Hogy felküldjek bölcsát tűzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke jöjj, légy vezérem, hús
segíts, hogy partra Thank you.